A minőségi időt látják, köszöntöm Önöket! A daganatos és krónikusan beteg gyerekeket segítő bátor tábor talán már senkinek nem kell bemutatni, azonban már részletesebben fogunk beszélgetni a tábor működéséről, az önkéntesség menetéről, illetve az eddigi legfontosabb célokról és eredményekről. Vendégünk Fodor Kovács Éva, a Bátor Tábor Alapítvány kommunikációs vezetője. Köszöntelek a stúdióban! Szia, üdvözlöm a nézőket! Mondjuk ez nyilvánvaló, hogy milyen célkitűzésekkel indítottátok el a tábort annak idején, viszont arról egy picit beszélhetnénk részletesebben, hogy milyen előfeltételezéseitek voltak, amikor elindítottátok, mire számítottatok. 15 évvel ezelőtt indult el a Bátor Tábor Alapítvány, és annyira nem lőttünk mellé, mert hogy úgy indult az egész ügy, hogy szakemberek kísértek el onkológiai kezelt beteg gyerekeket, magyar gyerekeket a hasonló írországi táborba. Tehát ők ott látták valójában, hogy hogy működik egy ilyen tábor, és hogy működik, és hogy hatással van a gyerekekre, és ők ekkor döntötték el, hogy ilyet mindenképpen kell Magyarországon is csinálni. Úgyhogy igazából mi már tovább vittük azt a folyamatot, amit most már több mint 25 évvel ezelőtt indítottak el Amerikában, egész konkrétan Paul Newman alapította az első tábor helyet, és azóta ez egy nemzetközi táborszövetséggé alakult most már több mint 30 országban a világon. Zökkenőmentesen indult el egyébként itthon, vagy mennyire volt nagy nehézség szponzorokat találni? Hát szerencsére nagyon jó szakmai támogatók álltak az ügy mellé már a legelején, és ezért nem egy ilyen lelkes amatőr kezdeményezésként indult, hanem a legelején ilyen nagyon profi szemlélettel kezdték el. Tehát voltak szakemberek, egészségügyi szakemberek is, és üzleti szakemberek is, akik tudták, hogy hogyan kell a saját lábán megállnia egy ilyen alapítványnak. Ezt azóta is tartjuk egyébként, hogy teljesen függetlenek vagyunk, és csupán magánszemélyek és vállalatok támogatásából tartjuk fent a tábort. Mi az, amit kiemelnél az elmúlt évekből az eredmények közül? Hát nagyon sokat fejlődött a tábor az elmúlt 15 évben, tehát folyamatosan egyre bővültünk, egyre több táborozót tudtunk fogadni, tehát most már közel 1000 táborozó érkezik minden évben a táborban, de bővültek a programjaink is, tehát elindultak ugye a családi táborok, hiszen az egész családra hatással van egy ilyen betegség is, hogyha 6 év alatti gyerek betegszik meg, akkor ő ugye egyedül nem jöhet el táborozni, ezért ebben az esetben az egész családot fogadjuk a táborunkban, de ezen kívül vannak már nemzetközi turnusaink, tehát cseh, lengyel, szlovák gyerekeket fogadunk a táborban, és ezeket a turnusokat most már elkezdtük angol nyelven tartani, tehát most már azt hiszem, hogy több mint 12 országból várunk önkénteseket is, úgyhogy külföldről is érkeznek önkéntesek, akik segítik a programjainkat. De ezen kívül egy nagyon szép kezdeményezés, ami pár éve indult, a Lélekmadár tábor. A Lélekmadár tábor az azoknak a családoknak nyújt élményterápiás programot, akik elvesztették a gyereküket egy ilyen súlyos, hosszantartó betegségben. Ezeknél a családoknál különösen fontos, hogy segítsük őket valahogy visszatérni az életbe, hiszen jellemzően van köztük is még, vagy náluk is van még egészséges testvér, párkapcsolat, és hogy muszáj tovább menniük az életben, és ez az, amit segít a programunk. Hogyan lehet jelentkezni a táborba, kik vehetnek részt ott a programokban, illetve hogyan is néz ki egy ilyen tábor? Egész nyáron zajlik, turnusokban zajlik, milyen programokon vehetnek részt a gyerekek és a családok? A táborunk nem is csak nyári, hanem kora tavasszal indulnak már az első turnusok, és késő őszig, tehát egészen november végéig tartanak a turnusaink. A táborozók, a beteg gyerekek és a családjaik, ők jellemzően a kórházi kezelőorvoson keresztül jelentkezhetnek, tehát nekünk már a kezelőorvosok tesznek javaslatot, hogy ki az, akiket javasolnak táborra, és akkor ebből a listából választ nálunk egy szakmai stáb. Tehát így történik a jelentkezés, nyilván rengeteg adatot kapunk a kezelőorvostól is, és a családok is így jelentkezhetnek. Egyébként ez a jelentkezés a táborozóknak még márciusban is tart, tehát hogy érdemes, aki érintett ebben a kérdésben, érdemes most felkeresni a bátortábor.hu oldalt. Mennyien fordulnak meg nálatok átlagban? Ez a közel 1000 az a szám, ami éves szinten megfordul nálunk. Ez ugye gyerekeket is jelenti, és családtagokat, tehát egészséges testvéreket és szülőket is. Illetve most már egyébként az idei évben indul egy új programunk, a GO program, aminek meg az a jellegzetessége, hogy elsősorban kórházakba próbálunk eljutni olyan súlyosan beteg gyerekekhez, akik valami miatt nem tudnak részt venni a mi tábori programjainkon. Úgyhogy ezzel még több gyereket fogunk elérni valószínűleg az élményterápiával. Mit említetted most pont az élményterápiát, mit is jelent ez kicsit közelebbről, hogyha megnézzük ezt a fogalmat?
Hát az élményterápia az igazából az egyik táborozónk fogalmazott nagyon-nagyon jól, ő azt mesélte, hogy a bátortábor az úgy működik, mint egy gép, amibe bedobjuk betegen és fáradtan a gyereket, és egy sokkal egészségesebb, bátrabb, jókedvűbb gyerek jön ki a végén, és tulajdonképpen ez az, amit mi csinálunk. Ahogyan, az élményterápia, tehát a módszer, amivel dolgozunk. Ennek az a lényege, hogy különböző kihívások elé állítjuk a táborban a gyerekeket. Ugye ezt nagyon fontos tudni, hogy ők előzőleg már nagyon sok időt töltöttek kórházban. Egyrészt joggal, másrészt néha kicsit túlféltik őket, aggódnak értük, és nagyon kevés dolgot csinálhatnak. Tehát ők elszeparálódnak a kortársaiktól, és egy nagyon más állapotban jutnak el már a táborba a betegséget követően, vagy akár a kezelések alatt. Itt pedig minden olyan dolgot kipróbálhatnak, amit korábban nem volt lehetőségük, tehát hogy például őket a betegségük miatt más táborok ugye nem tudják fogadni, mert az egészségügyi ellátásuk az nem biztosított. Itt viszont ők magas kötélpályára mehetnek, tehát ez a bátorkodás pályánk, lovagolhatnak, horgászhatnak, evezhetnek, íjászkodhatnak, fotózhatnak, rengeteg dolgot kipróbálhatnak, amit korábban nem. És ezekben nagyon sok sikerélményük is lesz ezekben a programokban. Tehát mindig ők döntik el, hogy meddig mennek, mi az, amit még kipróbálnak, viszont utána lesz sikerélményük, lesz megerősítés. Ott van az a támogató közeg, ami a saját sorstársaikból állnak, tehát a többi kis táborozó gyerek is biztatja őket, illetve a mi önkénteseink, akik kifejezetten ki vannak képezve az élményterápia módszerére. Tehát mindenki nekik szurkol, mindenki őket biztatja, mindenki visszajelzéseket ad, és ezzel megerősödik egyébként, tehát sokkal jobban beépül ez a siker. És ezáltal nekik megváltozik, tehát hogy a korlátaikból lehetőségek lesznek tulajdonképpen. Felfedezik, hogy a betegség az nem is annyira korlátozza őket, mint amennyire korábban gondolták. Felfedezik, hogy ők le tudják küzdeni a félelmeiket. És ezután, hogyha tovább viszik, akkor hosszabb távon is segít nekik megküzdeni a betegséggel is akár. Milyen szakemberek segítik az élményterápia működését? Nálunk, tehát nyilván van egy szakmai stáb, aki a munkatársakból áll, akik a táborért felelnek tulajdonképpen, mert köztük különböző szakmájú emberek vannak, pszichológusok, konduktorok, tehát a legkülönbözőbb szakmából érkeznek. Ezen kívül van ott egy nagyon komoly egészségügyi stáb minden táborunkban, akik a gyerekekért felelnek. Hiszen most már 5 betegségcsoportból fogadunk gyerekeket, érkeznek onkológiai kezelt gyerekek, hemofiliások, diabéteszesek, ízületi gyulladással kezelt gyerekek és ilyen komolyabb Bél-szindrómával rendelkező gyerekek, úgyhogy nekik elég komoly egészségügyi felügyelet kell, és ezt mind az egészségügyi csapatunk látja el. Amikor onkológusok kellenek, akkor onkológiai szakemberek, ha diabétesszel foglalkozók, akkor ők érkeznek, és ilyen nővérek is, akik a gyógyszerelésüket is elvégzik, illetve bármi történik a táborban, akkor azt ők oldják meg. Hogy néz ki az önkéntesség menete, meddig és miként lehet jelentkezni hozzátok, illetve kiknek a segítségét várjátok? Az önkéntes jelentkezés a sajnos lejárt január végén, viszont jövőre is lehet majd jelentkezni a következő ilyen turnusba, ez általában úgyis egy hosszabb folyamat, mire valaki így eldönti, hogy akkor ő ezt bevállalja. A önkénteseknek egyébként szerencsére általában túljelentkezés van nálunk, tehát nagyon sokan jelentkeznek, nagyon sokan hallották már a jó hírét a Bátortábor programjainak, de az interneten kell a bátortábor.hu-n jelentkezni. Ezután van egy ilyen személyes interjú és egy csoportos felkészülés, amit megvizsgáljuk, hogy ki hogyan működik csapatban, és utána pedig eldöntjük, hogy ki kerül be az adott turnusokba, milyen pozíciókra. Ugye különböző pozíciókra lehet jelentkezni, vannak például a házi cimborák, akik kicsit úgy működnek, mint a gyerekeknek a családja, tehát ők együtt laknak velük a tábor folyamán, minden nap együtt mennek velük a programokra, és akkor vannak a játszó cimborák, ugye cimborának nevezzük az önkénteseket, a játszó cimborák csinálják ezeket az adott programokat. Tehát ők felkészített önkéntesek, akik az IASZ programot, a bátorkodást, a fotózást, az evezést kísérik, és mondják a gyerekeknek, hogy mit vagy kell végezni. Milyen visszajelzéseket kaptok mind a gyerekektől, a családjaiktól, vagy akár az önkéntesektől? Rengeteg visszajelzést, összességében azt tudom mondani, hogy az erősödött meg ez alatt a 15 év alatt, hogy ez a tábor megváltoztatja az emberek életét, és nem csak a táborozókét, nem csak a gyerekekét, hanem az önkénteseket is szerencsére. Rengeteg levelet kapunk egyébként a turnusok után a szülőktől, tehát nagyon sokan ugye alig engedik el, alig merik elengedni a gyereket, hiszen előtte beteg volt, ez egy teljesen jogos féltés. És utána azt írják, nagyon megkönnyebbülten, hogy egy kicserél gyereket kaptak vissza, és az egész családnak megváltozott az élete ennek köszönhetően.
köszönhetően, és ezeket mindig nagyon jó olvasni, ezeket a leveleket. De nyilván ez mindig egy kicsit szubjektív, és az adott gyerekről szól, de pár éve elkezdtünk a Yale Egyetemmel közösen egy kutatást éppen ezért, mi is és a Táborszövetség négy másik tábora, és ez a kutatás azt erősítette meg, hogy a gyerekeknek valóban hosszabb távon is változik a betegséggel való viszonyuk, tehát hogy jobban hisznek a saját gyógyulásukban, a saját önképük, az önbizalmuk erősödik, és ezen kívül ami nagyon fontos, hogy a szociális kapcsolataik, tehát sokkal könnyebben barátkoznak majd a tábor után, és sokkal könnyebben visszatérnek majd a kortárs közösségükbe is, ami náluk egy nagy nehézség ugye a betegség miatt. Milyen személyes benyomásaid voltak az elmúlt években? Nyilván amennyire szép, annyira nehéz is beteg gyerekekkel foglalkozni. Miket emelnél ki az élmények közül? Hát az elejére visszatérve rengeteg élmény ért engem is. Én is önkéntesként kezdtem egyébként, így kerültem kapcsolatba a bátortáborral, és aztán végleg összekötöttük az életünket, úgymond. Nagyon sok élmény ért például, amikor én fotósként is dolgoztam, hogy volt, amikor egy olyan kisrác érkezett a táborba, akinek napokon keresztül kerestük a tekintetét, mindig lesütött szemmel járt, és nem lehetett látni a szemét a fiúnak, és nagyon nehéz volt például őt fotózni, hogy megörökítsük az élményeit, és amikor őt láttuk az utolsó nap a téd a színpadon, a többi gyerek előtt, 140 ember előtt kiállt, és erőművész játszott, és széles mosolya vigyorgott a tömegnek, akkor ott láttad, hogy ebben a fiúban valami most megváltozott, és tényleg történt valami. De amikor egy kerekesszékes kislányt felhúztak például 6 méter magasra a bátorkodás pályára, és egész turnus alatt nem láttuk ugye kiszállni a kerekesszékből, és ott 6 méteren ő egy önkéntesünk segítségével felállt, és ment néhány métert. Ezek így nagyon-nagyon megmaradnak az emberben, ezek fantasztikus élmények. Milyen további célkitűzéseitek vannak a közeli jövőre nézve? Van esetleg az idei évben valami nagy dobás, amivel készültök? Hát a nagy dobás az a 15 évünk, hiszen most lesz ugye 15 év a tábor, és ez már egy ilyen alapítványnál is egy nagyon komoly időpont. Igen, lesz majd egy nagy ünnepség, aminek igazából az a lényege, hogy találkozunk mindenkivel, akivel eddig így összesodott minket az élet, tehát a táborozókkal, az alapítókkal, akik segítették ezt az egészet elindítani, a kuratóriummal, a támogatóinkkal, tehát mindenkivel, akinek köszönetet mondhatunk, és ugye nem utolsó sorban annak a sok önkéntesnek, aki segítette a munkánkat, volt és jelenlegi munkatársaknak, tehát azt szeretnénk, hogy így mindenki jöjjön össze, akinek köze volt a bátortáborhoz, és együtt ünnepeljük meg ezt az évet. Egyébként az idei évnek valószínűleg ez a GO program, amit már említettem, az lesz az egyik fontos kulcsa, hogy azt szeretnénk minél inkább bővíteni. További sok sikert kívánok a munkátokhoz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!